Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőjét, önök heti rendszeressége jelentkező sportmagazinunk, a Hajrá Sopron októberi utolsó adását látják. Mai műsorunkban összefoglalót láthatnak az Unika Sopron Vasas Akadémia női kosárlabda mérkőzésről, majd az SVS és Siófok döntetlenen zárult MB2-es labdarúgó mérkőzésről. Ezt követően a Sopron KC vezetőedzőjével, Sabáli Balázsval beszélgetünk az idei szezonról, majd a vasárnapi SKC Vasas Budapest mérkőzésről láthatnak tudósítást. A hétközben elért bravúros lengyelországi Euroliga győzelmet követően egy papíron gyengébb ellenféllel, a Vasas Akadémia csapatával mérkőzött meg az Unika Sopron együttese. Nem szabadott azonban lebecsülni a vendég csapatot, hiszen korábban majdnem legyőzték a Peac együttesét. A várakozásoknak megfelelően a kezdőötösben több olyan játékos is helyet kapott, akik Lengyelországban kevesebb szerephez jutottak. Binta Drammer révén az első soproni támadás már pontosan zárult, de még ugyanabban a percben egyenlített a Vasas. A következő három percben a hazaiak 7 egységgel növelték pontjaik számát. A negyed közepén távolról ismét Drammer volt eredményes. Ekkor volt először 10 pont a különbség. A zöld-sárga hazaiak nagyon elkapták a fonalat. Véninger Virág és Kyler George is örömjátékot mutatott be a pályán. A negyed végén már 30-nál járt a Sopron. A folytatásban a hazaiak némileg visszavettek az iramból, a játékképe is kiegyenlítettebb lett, így 48-25-ös állással mentek félidei pihenőre a csapatok. A folytatásban sem változott a játékképe, a 25. perc környékén a hazaiak közel jártak a 30 pontos különbséghez. Több szép jelenetnek is tapsolhattak a kilátogatók, annak pedig különösen örült a nézősereg, hogy a mérkőzésbe beszálló legifjabbak is meghálálták a bizalmat. Az összecsapás hajrájában Bakó Patricia is betalált, így minden hazai játékos mellé került pont. A lefújás előtt Böröndi Dominika triplájával beállította a végeredményt. Unika Sopron, Vasas Akadémia 95-52. Szerdán nagyon fárasztó meccsen sikerült nyerni Lengyelországba két hosszabbítás után. Akik akkor a pályán voltak majdnem végig, vagy egész végig a mérkőzésen, azok most kicsit kevesebb játék lehetőséget kaptak, de hát ez volt a terv, és ezt csináljuk, hogy a fiataloknak többet. Szerencsére jól játszottak a végén, még talán legeredményesebb negyed pont akkor volt, amikor ők voltak a pályán. Ez volt a terv, ezt csináljuk továbbra is. Örülök, ha látja őket a közönség, és egyre inkább beépülnek a csapatba. Az Unika Sopron legközelebb szerdán a távoli orosz Jekaterinburg otthonában lép pályára Euroliga mérkőzésen. A hétközi Magyar Kupa továbbjutást érő Szeged elleni győzelmet követően egyik közvetlen riválisával, a Siófokkal mérkőzött meg a Svitelszki SVS-e együttes a labdarúgó MB2-ben. A mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott. A Merkantil Bankliga MB2-es labdarúgó bajnokság 15. fordulójában a vele azonos pontszámmal álló BRC Siófok csapatát fogadta a Svitelszki Soproni VS-e. A vendéglátók utolsó 4 hazai mérkőzésükön nem tudtak nyerni. Mintegy 400 hazai néző előtt vonultak pályára a csapatok, Bogár Gergő játékvezető, valamint Viszukai László és Mohos Milán asszisztensek vezetésével. Az SVS-e kezdő csapata. Henrik, Tóth, Sifter, Kovács, Szabó, Nagy, Zimormia, Kapacina, Eszlátyi, Gyürki, Batizi, Pócsi. BFC Siófok, Filipánics, Farkas, Mogyorósi, Szalai, Szilágyi, Berki, Gál, Elek, Nagy Dániel, Gréci, Nagy Rihárd. Kiegyenlített játék után a 11. percben váratlanul vezetés szerzett a Siófok. Jobb oldalról végezhettek el szabadrugást a vendégek. A beivelt labdát az elmélázó soproni játékosok gyűrűjéből Gál 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtte. 0-1. A 26. percben egyenlítettek a vasutasok. Gyürki szögletét még kifejelte egy védő, a labda visszakerült hozzá, ismét kapu elé csavart, Kovács Gergő fejjel beleért a játékszer, pedig a siófoki kapuban kötött ki. 1-1. Az egyenlítés után mezőnyfölénybe került a Sopron. A 33. percben siófoki bedobást követően labdát szereztek a hazaiak. A támadás végén Batizi Pócsi lépett ki a védők közül, de nagy helyzetben a kapus találta el. A félidőben 1-1-es döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben fölényben játszottak a fehérmezes vasutasok. Az 54. percben siófoki támadás után röviden mentettek a védők, Nagy Rihárd 30 méterről lövésre szánta el magát. Henrik a bal felső sarok elől ütötte szögletre a labdát. A 65. percben Batizi Pócsit vágták fel a 16-os vonalnál.
A soptoniak szerint 11-est kellett volna ítélni a játékvezetőnek. A megítélt szabadrugást végül kapu fölé lőtték. A 77. percben Nagy Patrik baloldali beadását a csereként bált Popin centiméterekkel fejelte a bal kapufa mellé. A 88. percben egy előreívelt labdára Popin ugrott fel, közben Szalaival ütközött. Az eset után a két játékos egymásnak ugrott. A játékvezető mindkét játékosnak sárga lapot mutatott fel. Mivel Szalainak ez volt a második, mehetett az öltözőbe. A mérkőzés egy-egyes döntetlennel ért véget, a vasutasok sorrendben 5. hazai mérkőzésükön sem tudtak győzni, és a bajnoki tabellán 13. helyen állnak 20 ponttal. Hát én nagyon nem vagyok elégedett, én megmondom őszintén, mert erről beszélgettünk egész héten, hogy 4 hazai mérkőzésünk nem úgy sikerült, hogy kellett volna, és most már fontos lenne egy hazai győzelem. És megint úgy kezdtük a mérkőzést, mint az elmúlt meccseket. Az ellenfél először jött el a kapunkig, és gólt kaptunk belőle, ami azt jelentette, hogy újra föl kellett állnunk, újra hátrányból kellett a mérkőzést játszanunk. Én azt mondom, hogy a kapott gól után a szünetig nagyon jól futballoztunk, benne volt a játékunkban az, hogy meg tudjuk fordítani még az első fél időben a mérkőzést, meg voltak azok a helyzetek, amivel ezeket meg kellett volna tenni, ez nem igazán úgy sikerült. Ugye a kolléga mondja, hogy állítólag egy szabályos gólunkat nem adták meg, nekünk egy szabályos 11-esünket nem adott meg a bíró, akkor ami még a mérkőzés második fél idejében volt, tegnap látva a Honvéd haladás meccset kevésbé kétes szituációért 11-est adtak a Honvédnak. Itt az elbírálás igazán nem úgy néz ki, hogy megfelelő lenne az NB1, NB2-ben, de mint az sem, hogy a szabálytalanságokat nem úgy bírálják el, és ezt hétről hétre sajnos olyan történések vannak, amik nem igazán a futball javát szolgálják. De ezt elmondtam most bent egy pár szóban a játékosainknak is, hogy ez nem mentség. Arra, hogy a mérkőzés folyamán, és csak a második fél időt veszem, körülbelül 7-8 alkalom volt, hogy a Siófok védelme mögé mentünk. 7-8 alkalom volt olyan, amikor létszámfölényben vittük a labdát az ellenfél kapujára, és az utolsó passzok, a végső passzok, amikor be kell passzolni a társadalnak, pontosan nem úgy sikerülnek, hogy kellenek. Ezeket a mérkőzéseket, mint ahogy az elmúlt 4 mérkőzésből 3-at, mert az Alaegerszegát nem veszem ide, az egy, lehet azt mondani, sima mérkőzés volt az ellenfél javára, de minimum a 3-ból 2-3-at meg kellett volna, vagy 4-ből 3-at meg kellett volna nyernünk, és akkor egy kicsit jobban néznénk ki. Azt is mondtam a játékosoknak, hogy hiába gyűjtögetjük a pontokat idegenben, hozzuk esetleg a győzelmet, vagy az egy pontot, hogy a hazai pályán nem úgy tudunk szerepelni, hogy kell, és itt egy-két játékosnak nagyon-nagyon sokat kell javulnia, önkritikát kell gyakorolnia, mert mindenki el tudja képzelni magáról, hogy ő nagyon jó futballista, mindenki úgy képzeli, hogy ő a maximumot teszi meg, és az ő elképzelése nincsen arányban a teljesítményével, amit a pályán látunk. Sokkal jobban kellene egymásért küzdeni, sokkal jobban kellene egymásért hajtani ahhoz, hogy ezeket a mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. És bízom benne, hogy ez változni is fog az elkövetkezendő időszakban, ha nem, akkor változtatunk rajta. A következő percekben pedig ismét témánk a férfi kosárlabda, hiszen jó néhány forduló lement már a magyar bajnokságban, sőt a nemzetközi FIBA Európa kupában is lejátszott 2 mérkőzést a Sopron KC együttese, a stúdió vendége pedig Sabáli Balázs vezetőedző, akit szeretettel köszöntök. Sabi, egy kicsit térjünk vissza a csapat kialakítására. Néhány héttel ezelőtt Dénes Gábor, mint játékos szemszögből beszélt az idei csapatról. Mennyire vagy elégedett a légiósokkal a lejátszott mérkőzések tükrében, és egyáltalán kik érkeztek az idei csapathoz? Hát, mint ismert, 5 új légiós érkezett a csapathoz. Ezek közül Márkos Pica az, aki a Soproni szurkolóknak ismerős, hiszen több évet már Kaposváron töltött. Elsősorban azt lehet róluk mondani, hogy tényleg, hogy emberileg jó választás volt, mert hozzáállásban, munkában egy szavam nem lehet, egy rossz szavam nem lehet róluk. Az, hogy játékban egy kicsit még hullámzóak, az tény, és az, amin változtatni kell, iránytopoztam. Jay Trett érkezett, aki legutóbb Romániában játszott. Úgy tűnik, hogy
bátor gyerek, te fel tud vállalni mérkőzés szituációkat az elmúlt fordulókban is, ez bebizonyosodott a francia csapat, illetve az Alba Comp ellen. Bízom benne, hogy hozni fogja ezt a formáját hosszú távon is. Julian Skipminis is ismerős a magyar szurkolók számára, hiszen Dombováron, illetve Szolnokon játszott. Ő két húzódással is bajlódott a felkészülés során. Egy kis idő kell, még úgy gondolom, hogy azt a szintet hozza, amit ő is és mi is elvárunk, de egyre jobban játszott az elmúlt találkozókon, és hasznos tagja volt a csapatnak. Calvin Lewis legutóbb Görögországban játszott. Igazából az ő teljesítménye egy kicsit még hagy kívánivalót maga után, hisz amíg a dobásai a mérkőzés elején ülnek, addig utána sokszor eltűnik, illetve nem igazán találja el a berendezést. Már beszélgettem vele, hogy ezen jól lenne változtatni, és többet hozzátenni. Aki talán a legjobb, nem is legjobb hozzáállású, hanem leghasznosabb a csapat számára, az Austin Dufault, aki tényleg nem ismer elveszett labdát, és valóban emberleg is hozzáállásban is egy remek emberről beszélünk. Neki is volt azért már gyengébb mérkőzése természetesen, de bízom benne, hogy azért időre majd összeáll a csapat, és jobb teljesítményre és kiegyensúlyozottabb teljesítményre lesznek ők is képesek. Ez a fajta hullámzás, ez talán a csapatjátékban is megmutatkozik, mert mondjuk rögtön annyitó fordulóban a Kaposvár ellen, ugye sokáig vezetett a csapat, aztán mégis csak átfordult a méregnyelve a Kaposvár irányába. Így van, ott egy jó első fél időt produkáltunk, ugye azon a találkozón lépett először pályára Mész, sokat nem is tudott hozzátenni, nem is volt olyan formában, és Takás Norbi is mérkőzés közben megsérült, viszont a második fél idő ezzel nem lehet magyarázni a második fél idei teljesítményt, ott a védekezés az abszolút szétesett, főleg a pick and roll-ok védése. Ezeket átbeszéltük, megnéztük, azt gondolom, hogy ilyen problémánk azóta se volt a szezon során, és azért nagyon jó mérkőzést játszottunk Szolnokon, ahol Vojvoda extrája mentette meg a hazai csapatot, illetve a listavezető franciák ellen is kiélezett játékot láthattak a nézők, az Alba Compot pedig sikerült hazai pályán megverni, tehát több volt a pozitív, mint a negatív. Amúgy is a pozitív dolgokból kell építkeznünk, aki a negatív dolgokat meg félre kell rakni, abból biztos nem fogunk sokat profitálni. Ugye volt a Paks ellen is egy mérkőzés, illetve idegenben, Jászberényben is nagyon magabiztosan győzött a csapat, ezekre hogyan gondolsz vissza? Paksi találkozó az még egy tipikus első hazai találkozó volt, úgy gondolom. Nagyobb druk volt mindenkiben, egy kellemetlen stílusú Paksi csapattal kellett játszanunk, akik egy sérülés után, miután Watkins kiesett tőlük, teljesen szétestek, lehet látni az előző fordulók teljesítményében, hogyan játszottak. Ide biztos, hogy nagy önbizalommal érkeztek, hiszen megvertek minket a felkészülés során hazai pályán. Természetesen mi nem abból indultunk ki, de nagyon-nagyon kiélezett, nagyon rossz mérkőzésen sikerült nyernünk, de a győzelem volt a legfontosabb. Ugyanakkor utána Jászberényben pedig nagyon szépen játszottunk, és főleg a védekezésünknek köszönhetően, illetve annak, hogy nagyon jól kezdtük a találkozót, biztos győzelmet tudtunk aratni. Most már nem az első ilyen Jászberényi sikerünk ez az elmúlt években. A Vasas Akadémia mérkőzésről nem tudunk beszélni, hiszen mikor beszélgetünk, akkor még csak a jövőről tudunk beszélni, de hamarosan mi megmutatjuk nézőinknek az ott készült összefoglalót. Beszéljünk a két nemzetközi mérkőzésről, ugye szóba került már a francia Nanterre elleni összecsapás, most pedig az Antwerp Giants otthonában léptetek pályára, hogyan vélekedsz erről a két mérkőzésről? De, ahogy említettem, a francia csapat ellen végig partiban voltunk, és egy remek kezdést követően tudott felzárkozni a Nanterre csapata. Sajnos ott a végjáték, ami a legfontosabb volt, hogy minél kevesebb külső dobásra
késztessük, engedjük a franciákat. Tudtuk, hogy az az erősségük. Sajnos ezzel megbosszulta magát a második fél időben. Egy-két túlsegítés gyenge oldalról az kinyitotta a pályát a franciák számára, és több olyan triplát kaptunk, amivel vissza tudtak jönni a meccsbe, illetve fordítani tudtak. Úgyhogy azt gondolom, az vereségnek a fő oka elsősorban ott az volt. Belgiumban pedig az első fél idő szintén jól sikerült, és harmadik negyednek az elején léptek el a belgák, majd egy védekezés váltással, amikor átálltunk zónára, próbáltuk megtörni az ellenfelet, ami az elején sikerült, majd utána Konger 11 pontot dobott 2 perc alatt, köztük extra dobásokkal, ez pedig úgy tűnt, hogy eldöntötte a találkozót. Úgyhogy több volt ebben a meccsben, ez a 20 pont, ez abszolút nem reális, de majd hazai pályán igyekszünk megverni őket. Most az FC Porto ellen mérkőztök meg szerdán, 19 órai kezdettel. Mit tudni a portugál csapatról, és hogyan várod azt az összecsapást? A portugálok legutóbb ugye Franciaországban 8 pontot kaptak ki, majd első fordulóban hazai pályán kikaptak a belgáktól. Annyit kell róluk tudni, hogy tavaly meglepetésre a Benficát megverték a bajnoki döntőben, és ők lettek az elsők. Idén pedig a szuperkupában szintén diadalmoskodtak ellenük, ugyanakkor a bajnok másik fordulóban kikaptak tőlük. Elég hullámzóan játszottak, de a belgákán például 30 percig zónáztak. Készülni kell majd a zónálni játékra, biztos vagyok benne. Több légiósuk szerepel a csapatban, egy jó munkás csapatról van szó, egy-két egyéni extra vagy jobb teljesítménnyel. Bízom benne, hogy ez azért nem okoz majd meglepetést, és fel tudunk készülni becsülettel, és hazai pályán meg tudjuk szerezni az első nemzetközi győzelmünket. És egyébként a csapat bírja ezt az erőltetett menetet a szerda, szombat vagy vasárnap csütörtök ritmust. Ugye most jön a Porto, aztán mentek Franciaországba, utána Szegedre, aztán megint érkezik a belga csapat, szóval, és utána a Körmendelen egy tévés meccs november 20-án déli 12 órakor. Szóval nehéz lehet azért megtalálni az egyensúlyt az edzések és a pihentetés között. Hát ez túlzás, hogy sokat tudnánk edzeni. Elsősorban ilyenkor, amikor ilyen sűrű a program, akkor a regeneráción, illetve a taktikán van a hangsúly. Többször videózunk, elemezzük az ellenfelet, főleg az egyéni képességek amikről kell beszélnünk ilyenkor, hiszen természetes, hogy a játékosaink nem ismerik az ellenfél játékosait, most nem egy magyar csapatról van szó, akit már mondjuk évek óta ismernek bizonyos játékosokat. Itt igenis szájukba kell rágni, hogy kinek mi az erőssége, mire figyeljünk oda. Ha ez alapvetően le van védve, akkor azt gondolom, akármilyen játékot játszanak, onnantól kezdve már sokkal könnyebb dolga van a csapatnak a védekezés szinterén, és legfőképp erre kell készülnünk. Ugyanígy a magyar bajnokságban is, tehát próbáljuk ezt a 2 napot, ami időnk van, 2 edzésnyi idő, azt maximálisan kihasználni arra, hogy feltérképezzük az ellenfelet. Sok dolgot nem lehet itt már csinálni, tehát leginkább tényleg az, hogy mentálisan is készen legyen a társaság a következő találkozóra, fel kell tüzelni egy fáradt csapatot, úgyhogy ezen dolgozunk ezeken a napokon. Biztos, hogy hiányzik a csapatból az együttes egyik meghatározó rutinos játékos, a Dénes Gábor. Mit tudsz elmondani az ő sérüléséről? Gábort ugye megműtötték, és miután kiveszik a varatot, utána kezdheti el a úgymond komolyabb munkát. Eddig a kezét, az ujjait kellett tornáztatni, hiszen ilyenkor, ahol berakták a lemezt, az sokkal merevebb, mondjuk nálam most a gyűrűsúly, és utána majd elkezdhet futni is, hogy a kondícióját is vissza tudjuk hozni. Természetesen ilyenkor egy kicsit visszaesik a játékos, de hát bízom benne, hogy 3-4 hét múlva már rendelkezésünkre tud állni, hiszen kell
a rotációban, a magas poszton mindenképpen. Mezőnyben úgy gondolom, hogy megvagyunk, úgyhogy nagyon várjuk, hogy visszatérjen, hisz a játékával tud plusz energiát is adni a csapatnak, és nem biztos, hogy a pont erejével fog kiemelkedni, hanem főleg a védekezésben nyújtott teljesítményével. Erre meg azt gondolom, hogy mindig szüksége van a csapatnak. És végül hogyan vélekedsz a magyar bajnokságról? Nagyon-nagyon együtt van a mezőny, talán minden csapat meg tud verni mindenkit. Sokszor az elmúlt években ez már elhangzott, de talán ennyire kiegyenlített mezőny nem volt. Hogyan vélekedsz az vetélytársakról? Ez így van. Tavaly is már elmondtuk ezt, hogy bárki megverhet bárkit, főleg hazai pályán. Azt gondolom, hogy pár csapat erősödött ahhoz tavalyi évhez képest. Gondolok itt a Falkóra, akik természetesen a felsőházba igyekeznek. Néhány csapat lehet, hogy viszont gyengült tavaly óta, úgyhogy nehéz még megmondani, azért van olyan csapat, aki két meccset játszott összfisz, mi már ötöt lejátszottunk a hazai bajnokságban. Mindig azt mondtam, hogy november végére már úgy nagyjából lehet látni egy erős sorrendet, hogy milyen lesz. Bízom benne, hogy mi ott leszünk az elején. Legyen így, köszönöm szépen a beszélgetést, találkozunk akkor szerdán az arénában a Porto elleni Európa Kupa mérkőzésen. Sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Vasárnap este az újonc Vasas Budapest együttesét fogadta a Sopron Kelci együttes a bajnokság 5. fordulójában. A találkozó elején remekül elkapta a fonalat a Sopron Kelci, és meglehetősen nagy arányban győzedelmeskedett. 4,5 perc után Luis vezérletével 12-3-ra vezettek a hazaiak, a vendégek mestere Sárosi Bulcsú ezért ki is kérte első idejét. A rövid szünet után magukra találtak a fővárosiak, Katona 2 triplát is elsüllyesztett a soproni gyűrűben, és Thompson kosaraival a negyed végére már a vezetést is átvette a Vasas. A második negyed egy vendég középtávolival indult, majd a hazai oldalon Tóth volt eredményes. A folytatásban megrázták magukat a vendéglátók, előbb Takás dobott egy triplát, majd Spica és Ruják is betalált, így a 13. percben újra a Sopronnál volt az előny. A második etap második felében felváltva estek a kosarak, a hazai oldalon főleg Spica volt nagyon aktív. A nagy szünetre 39-36-os állással vonultak pihenőre a fele. A harmadik negyed elején villámrajtot vett a hazai együttes, 23 perc játék után 47-38-at mutatott az eredményjelző. Ezek a percek a Sopronról szóltak, Takács és Ruják 3 pontosa után már 13 pont volt a hazaiak előnye. Ebben az időszakban a Vasas egyáltalán nem tudta tartani a lépést a hazaiakkal, és szinte már a záró felvonás előtt úgy tűnt, hogy eldől a mérkőzés, a Sopron 67-45-ös vezetéssel várta az utolsó negyedet. A negyedik etapban már nem tudott visszajönni a meccsbe az újonc Vasas, a soproniak felszabadultan kosárlabdázhattak, és növelni is tudták az előnyüket. Már 30 ponttal is vezetett a hazai csapat, de a fővárosiak az utolsó percekben valamelyest kozmetikáztak az eredményen, így végül 95-71-re nyert a Sopron. Nincs könnyű meccs, én azt gondolom ebben a mai magyar bajnokságban tegnap bizonyított a MAF Szolnok találkozó, ahol a MAF nyerni tudott, és pont ezért intettem róla mindenkit, hogy ez a Vasas egy kellemetlen stílusú, látszott, hogy nagyon sokat játszanak egyéni képességekre építve, és többnyire abból szerezték a kosarakat. Már az első fődőben is eldönthettük volna nagyjából a találkozót, de mégis visszaengedtük őket. Fődőben kis fejmosás után azt gondolom, hogy jól jöttünk ki a harmadik negyedben. Tényleg jó volt a védekezésünk, sok könnyű kosarat szereztünk és átrobogtunk az ellenfélen. Az pedig eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét, így mindenki pályára tudott lépni, úgyhogy mindenki boldog most. A Sopron KC legközelebb szerdán 19 órától a FIBA Európa Kupában a portugál Porto együttesét fogadja. November 2-án este 7 órától a FIBA Európa Kupában a Sopron KC együttese a portugál Porto csapatával mérkőzik meg a Novomatic Arénában.
Köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Kívánok önöknek további kellemes időtöltést és jó televíziózást, valamint erre a hétre sok szép soproni sportsikert. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltak. Találkozunk legközelebb. Minden jót kívánok. Viszontlátásra. Hajrá Sopron!